dobozok. Emlékeztek rá, hogy ti melyik dobozba tartoztatok középiskolában? Ti voltatok a menő srácok, a menő lányok, matek zsenik voltatok? Engem a furcsa dányok dobozába zártak. Én voltam az, akit érdekelt az informatika. Én voltam az, aki furcsa zenéket hallgatott, rockot, metált. Én voltam az, aki gitárokat vett menőcipők helyett. És én voltam az, aki nagyon-nagyon sokat evett, és mégse látszódott meg rajta. De kirekesztettek. Fekete bárány voltam. Csupán az érdeklődési köröm miatt. Úgy éreztem, hogy az osztálytársaim nehezebben fogadtak el, és emiatt én is nehezebben fogadtam elő magamat. Amíg a többiek suli után lógtak, plázáztak, fociztak, én rohantam haza videójátékozni egyedül. Az egyetlen ember, akivel tudtam erről beszélgetni, tudtam osztozni ezen az örömön, a videójátékokon és az informatikán, az egy Tomkanik nevű lány volt, és vele nagyon sokat skype-oltam, hiszen nagyon-nagyon messze lakott valahol Észak-Magyarországon. De a suliban ez máshogy volt. A suliban nagyon furcsán néztek rám. Amikor 10. osztályban fakultáció választáskor megkérdeztek, hogy Zsófi, 16 éves vagy, mit szeretnél kezdeni az életeddel? Azt mondtam, hogy informatikával akarok foglalkozni. Egy egész osztály kapta fel a fejét erre a válaszra, és nézett rám, hogy micsoda, miért szeretnél ezzel foglalkozni? Ez nem való neked, Zsófi. Ez volt az első szkúlos foglalkozás. Amikor elkezdtem magam elszigetelni az osztályban, mert dobozba zártak, akkor úgy éreztem, hogy nem találom a helyemet. Fekete bárány voltam, és nagyon féltem. És be kell, hogy valljam, nem nagyon szerettem azt a Zsófit, aki akkor voltam, hiszen az a Zsófi nem én voltam. Bugi Zsófi akkor valahol az egy doboz mélyén csücsült, és nagyon-nagyon rosszul volt. 16 éves voltam, és depressziós. Ez az iskolai teljesítményemen is meglátszódott, és eljutottam arra a pontra, hogy nem mertem válaszolni, hiszen hogyha hülyeséget mondtál, akkor kinevettek. Az ennél rémisztőbb már csak az volt, amikor eljutottam arra, hogy már kérdezni sem mertem, hiszen a kérdésért pont levonás járt. Miért nem készültél fel órára? 16 éves voltam, és nagyon nem tetszett ez a világ. Nagyon féltem, hogy majd az életem további részében is így fogok élni. Egyedül, egy dobozban. Lázadtam. Nem akartam ezt. De akartam bizonyítani, hogy én csak azért is informatikával akarok majd foglalkozni. És ekkor találtam meg a Skult. Zsófit 2014. júniusában ismertem meg. Egy napsütéses szombati nap volt. 15 szuperlelkes fiatal lány találkozott aznap reggel. És nem azért, hogy osztálykirándulni menjenek, vagy egy fagyizással ünnepeljék meg a szünidő kezdetét. A lányok programozni akartak. Zsófi volt az egyik a 15-ből. Az volt az a nap, amikor elindítottuk a Skult, egy non-profit szervezetet, ami fiatal lányok technológiai érdeklődés felkeltésre és támogatására fókuszál. A Skullal az a célunk, hogy megmutassuk a lányoknak, hogy előttük is nyitva áll egy olyan világ, amiről a társadalom nagy része ma még azt gondolja, hogy fiúknak való. És ez a gondolat sokszor előítéleteket szül. Ez a gondolat sokszor elég, hogy meggátolja nagyon sok lányt abban, hogy elinduljon ezen a területén, még akkor is, hogyha ez érdekli őt. És nem kell nagy dolgokra gondolni, ha sztereotípiákról beszélünk. Zsófi már említett példákat rá, hogy milyen icipici dolgok elegek ahhoz, hogy kirekesztve érezze magát. Vagy úgy érezze, hogy ez lehet, hogy mégsem az ő útja. A Skullon keresztül nagyon sok más történetet is hallunk. Elég például, hogy az informatika tanár a fiúkat szólítsa fel az informatika órán, mert róluk gondolja azt, hogy érdekli őket. Vagy, hogy elhangozzon a családban, hogy ugyan kislányom, miért akarsz te informatikus lenni? Hát ott csak férfiak vannak, majd nem fogsz tudni érvényesülni. Menj inkább jogra, az a biztos.
hogy ez a rengeteg negatív gondolat, ami még mindig nagyon sok ember él a fejben az informatikusokról, hogy ők valami nagyon fura, antiszociális férfiak, akik alaksorban ülnek, rengeteg monitorral körülvéve, és a klaviatúrák mellett pizzamaradványok hevernek. Ezzel nagyon sok lánynak nehéz azonosulni. És hogyan is lehetnél az, akinek még te sem tudod elképzelni saját magad? Hogyan is tudna egy 16 éves lány bátran nekivágni valaminek, amiről a környezete nagy része tudatosan vagy tudat alatt, de le akarja beszélni? De biztosan felmerül bennetek a gondolat, hogy egyáltalán miért fontos, hogy több informatikus nő legyen. 10%. Ennyi ma Magyarországon a nők aránya a programozók körében. Tehát 90% férfi. Ez azt jelenti, hogy egy átlag szoftverfejlesztő 10 fős csapatban jó esetben egy hölgyet találunk. Miközben a nők ugyanúgy 50%-ban felhasználói a technológiai innovációnak, de szinte teljesen kimaradnak a fejlesztésükből. És legyen szó reál vagy humán területről, mire Zsófi és a barátnői eljutnak oda, hogy munkát vállaljanak, addigra az állások nagy része digitális lesz, legalábbis abban az értelemben, hogy az informatikai alapkészség, a számítógépes gondolkodás szinte elengedhetetlen lesz. És az elképesztő nagy lehetőség a lányoknak, főleg azoknak a lányoknak, akiket érdekel ez a terület, de csak a sztereotípiák és a bátorítás hiánya miatt nem mernek elindulni ezen a területen. A School-lal pontosan ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy olyan ingyenes technológiai foglalkozásokat szervezünk lányoknak, ahol egy bátorító közegben tanulhatják meg a programozás alapjait. Elviszük őket nagyon menő tech cégekhez, ahol megnézhetik, hogy valójában milyen az informatika világa, milyen munkalehetőségek, munkakörülmények vannak. Találkoznak fejlesztőkkel és fejlesztőnőkkel, akik inspirálják és bátorítják őket. Az a célunk, hogy megmutassuk Zsófinak, és a Zsófihoz hasonló lányoknak, hogy attól, mert a furcsa cetlit aggasztják rájuk, vagy mert már egészen fiatalon dobozba zárják őket, attól ők még nem fekete bárányok. Hogyha azok, akkor én 1500 fekete bárányt ismerek. Ennyi lány vett részt a Schoolban 3 év alatt. Emlékszem az első Schoolos foglalkozásomra. Emlékszem, mennyire baromira féltem, amikor azt mondták, hogy egy videójátékot fogsz csinálni a nap végére. 4-et ütött az óra, és volt egy videójátékom. Hősként tekintettem magamra, hogy végre nem csak játszok, hanem alkotok is. Nagyon-nagyon izgultam, már rohantam haza egyébként, le se lehetett lőni, hihetetlenül. Egész este a videójátékomat fejleszgettem és csinosítgattam. Teljesen új világ volt ez számomra. Egy olyan világ, ahol elfogadtak. Egy olyan világ, ahol rengeteg fekete bárány volt rajtam kívül. Egy ilyen fekete bárány volt például Mina is, akivel 2 éve találkoztam a Schoolos foglalkozáson, és Minával 2 nagyon fontos dolog volt, ami összekötött minket a kódoláson kívül. Az egyik a pizzázás volt, a másik pedig a trónok harca iránti szeretetünk. Tudtuk, hogy ebből a barátságból rengeteg világ megváltó dolog fog majd születni. Így el is kezdtünk közösen kódolni, el is kezdtünk egy közös videójátékot csinálni. Ez volt az utolsó gimnazista évem. Kijelöltünk a héten egy napot, amikor ráértünk, beültünk egy kávézóba, és pötyögtünk órákon keresztül. De nem csak ezt kaptam a School foglalkozástól, hiszen rengeteg bátorítást, mosolyt kaptam a mentoraimtól, illetve példaképeimtől. Egyébként az egyik példaképem itt is ül jelenleg, Bíró Juli, Prezinél dolgozik, és vele is azon a foglalkozáson találkoztam, mint Minával. De hogy is kerül ő ide? Tekerjünk egy picit. Legyen 2017 tavasza. Éppen a West Endben ültem, amikor egyszer elkezdett hihetetlenül rezegni a telefonom. Új üzeneteket kaptam. Mine volt az? Azt írta, hogy Zsófi, látod, mit írta Juli? Néztem, pörgettem fel a telefonomon az üzeneteket. Miért volt ilyen lelkes? Aztán megláttam. Juli azt írta, hogy lányok, gyertek nyáron dolgozni a Prezihez. Mi? 2 év után a Prezinél. Remegő kézzel tárcsáztam anyumat, hogy anya, megkerestek a Prezitől. Zseniális érzés volt. Így történt az, hogy a nyaramat a Prezinél tölthettem, és ez még egy újabb világ volt számomra. Még soha nem voltam ilyen motiváló környezetben.
Emellett elkezdtem a schoolban mentorkodni, hiszen bármennyire is nem látszik, picit kinőttem belőle, de nem csak ezért szerettem volna visszaadni a lányoknak azt a lelkesedést, azt a bíztatást, amit én is kaptam schoolos diákként. Azon kívül, hogy rengeteg új barátság született, egy olyan területen lettem példakép, amiért régen eddig kinevettek, csúfoltak. Rengeteg fekete báránynak a példaképe lettem. Emellett rájöttem, hogy mennyire szeretek tanulni, és mennyire nagy az érdeklődési köröm. Körülbelül úgy érzem magamat, mint egy 6 éves kislány mostanában, mint aki egyik nap még állatorvos szeretne lenni, másik nap már színésznő, csak informatikai kereteken belül. Egyik nap még weboldalakat szeretnék csinálni, másik nap már videójátékokkal foglalkozni. De ez még megtehetem, hiszen rengeteg időm van még specializálódni. De inkább úgy szeretném mondani, hogy már megtehetem, hiszen ez a doboz, ami nem engedett volna eddig ezeket elérni, most már ledölt, eltűnt ez a doboz. 19 éves vagyok, eltűnt a doboz, kimásztam belőle, itt vagyok, és elhatároztam, hogy meg fogom váltani a világot. Egész életemben az motoszkált bennem, hogy valami olyasmivel foglalkozhassak, amivel jót teszek embereknek. Csak éppen nagyon sokáig fogalmam se volt, hogy ez mi lesz. Nemzetközi kommunikációt tanultam a főiskolán, és utána sok-sok évig vállalati kommunikációval foglalkoztam külföldön és itthon is. A legelső munkahelyem egy pénzügyi cégnél volt Londonban, ami hatalmas lehetőség volt akkor, hiszen egyirányú repjeggyel és egy piros bőröndel mentem ki szerencsét próbálni. Ott ültem egy álom munkában, és emlékszem, hogy mégis azt éreztem, hogy nem vagyok boldog. Utána már fokozatosan kerestem olyan munkákat, ahol már nem csak azt érezhettem, hogy egy cég eredményességéhez teszek hozzá, hanem hogy tényleg én teszek valami jót az embereknek. De legelőször akkor éreztem ezt, amikor Szilvi barátnőm felhívott az ötletével, hogy indítsunk el lányoknak technológiai foglalkozásokat, és megalapítottuk a Schoolt. Azóta 3 éve, minden nap, amikor Zsófi vagy más lányok történetét hallom, érzem azt, hogy na igen, ez igazán fontos. Abból az 1500 fekete bárányból ma már nagyon sokan tanulnak programozni egyetemen. Rengeteg lány jelezte nekünk azt vissza, hogy a foglalkozás abszolút pozitív sikerélmény volt számára, sőt, nagyon sokan azt mondják, hogy magabiztosabbak lettek. És ez nagyon-nagyon fontos számomra. És azt gondolom, hogy nem teszünk nagy dolgokat a Schoollal. Egyetlen nap alatt élik meg azt a lányok, hogy ők is tudnak egy weboldalt fejleszteni, vagy egy mobil applikációt, a sikerélményt. Annyi történik mindössze, hogy találkoznak fejlesztőkkel és fejlesztő nőkkel, akik személyesen inspirálják és bátorítják őket. Vagy hogy találkoznak hasonló érdeklődésű lányokkal, amiből örök barátságok születnek. Egy közösség épül. Egy olyan közösség, ahol nincs olyan, hogy nem merek kérdezni, vagy nem merek válaszolni. Ahol nincsenek cetlik és nincsenek dobozok. Inspiráló személyek vannak. Inspiráló momentumok. És lelkesedés és nyitottság. Ennyiből állhat, hogy egy-egy lány megtalálja önmagát, és elhiggye magáról, hogy ami őt érdekli, az valójában egy lehetőség számára. És én azt gondolom, hogy ehhez hasonló, aprónak tűnő, de annál fontosabb lépéseket és inspirációt mi is meg tudunk tenni a mindennapokban, ha nyitott szemmel járunk. A sztereotípiákat nem azok bontják le, akiket sújtanak, hanem azok, akik használják őket. Mert ha mi építjük ezeket a dobozokat, akkor mi is tudjuk őket szétrombolni.